Több százan voltak kíváncsi a görög ibolya protokoll szakértő előadására Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ színház termében folyamatosan felkacagott a közönség, mert a szakember még egy olyan témát is, mint az állami és a magán ünnepeken való viselkedés, humorosan és lebilincselően tudott előadni. A 71 éves protokoll szakember nem a levegőbe beszél, a miniszterelnöki hivatalnál dolgozott protokollosként 11 évig. Előadásában kitért az állami ünnepekre is, jelezve, hogy a nemzeti színű szalag elvágása hogyan helyes, és miért óriási hiba, ha az lelóg a földre. Ami meg a piros-fehér-zöldet illeti állami jelképeink, gyerekek, mit tudnak csinálni? Az a törvény védi. A piros-fehér-zöld az nem ér, az erkölcsi védelem nem érhet le a földre. Mikor szalagátvágásra, most állandó a szalagátvágásra, minden szalagátvágásra. Én tényleg vártam, hogy a úszodát úgy adtak át, hogy a medence hosszában volt a szalag, és ott álltak 74-en, hogy darabot már is ott. Meg ma itt darabot. Mit csinál vele utána? A szalag vége meg leesik a földre. A protokoll szakértő a tőle megszokott stílusban kifejtette, hogyan és mivel illik felköszönteni névnapján a cégvezetőt. Szerinte ezt ne egyenként tegyük meg, hanem a kollégákkal együtt. A jelenleg írással és tanítással foglalkozó szakember azt is elmondta, hogy az üzleti partnereknek ne személyesen adjuk oda a karácsonyi ajándékokat, mert kínos pillanatok elé nézhetünk. Higgyék el nekem, hogy december már erre senkinek nincs ideje, mert évzárás van, ez van, az van. Ez borzasztó meg. Tehát egy pár perc. Na jó, akkor holnap után, akkor 12:40-re, és akkor lesz 20 percünk. Köszönöm. Jó napot kívánok. Hát akkor egy pár percet. Hát foglaljon helyet, köszönöm szépen. Iszik egy kávét. Hát én már csak azt szeretném, hogy boldog új évet kívánok. Köszönöm. Még egy kávét. Nem, inkább bemegyek között. Borzasztóan kínos, mind a két fél részben nagyon-nagyon kínos. Higgyék el nekem, hogy elegánsabb, ha ezt küldik. Mert akkor ő az idejét sem veszem el, meg ez az ilyen, hát foglaljon helyet, köszönöm. Szóval az legalább az egy kicsit úgy elmúlik. A ajándéknak december 31-ig meg kell érkeznie, mert ha én kapok január 4-én egy asztali naptárt, akkor azt mondom, hogy na, fussa. Ugye kétes emberikessége, marad nekik. A húsvéti locsolók fogadásának is megvannak a maga szabályai. Görög Ibolya elmondta, milyen csekélységgel érdemes viszonozni a locsolást, és mivel érdemes megvendégelni a hozzánk érkező fiúkat. És ha már közeleg a karácsony, akkor az ajándékozás illem szabályai sem maradhatta ki az előadásból. Nem az a lényeg, hogy mit adok, hanem hogy hogyan adom. Tehát az, hogy csak én, ilyet csak én tőlem kaphatsz. Ezt a csomagolással tudom megoldani. Tehát valami olyan, egy dobos csoki is olyan papírba, kicsit meghúzva, meg olyan kis rafiával, meg egy kis szálfenyőt. Lehet úgy csomagolni, hogy annak a csomagolásnak legyen lelke. Azon belerakom egy zacsikot, lesz a fogja, hát annál illetlenebb dolog kevés van. A céges karácsonyi partikon való viselkedés, evés, ivás, bemutatkozás szabályai sem hiányozhattak Görög Ibolya előadásából. Alapszabály, hogy az állófogadáson állva egy villával kell megenni az általunk kiválasztott ételeket, és nem illik leszopogatni a fogpiszkálót, miután a falatkát a szánkba vettük. Az előadáson szóba kerültek a karácsonyi menük sora, az alkoholos italok és fogások helyes sorrendje, és természetesen az ünnepi öltözék is. A vendégeket sok helyen arra kérik, hogy vegyék le a cipőjüket, Görög Ibolya szerint helytelenül. Szerinte ez méltatlan helyzetbe hozza az ünneplőbe öltözött társaságot. Ilyenkor szerinte kivételt kell tennie a házigazdának. Ilyen karácsonyi vacsorának föl is kell szépen öltözni. Még csak a szűk családban is együtt, az ünnepet tegyük ünnepé azért, hogy ne a tréningruhába, a kezdetükába papucsba üljön oda, hanem valahogy legalább egy nadrág meg egy ing azon a férfi. Tehát nem kell itt, mit tudom én, milyen öltöny megcsokolnak el, de legalább egy picivel jobban nézzen ki, minden ilyesebb, mint az ára. A protokoll szakértő végül különféle tanácsokat adott, hogyan lehet illedelmesen, de határozottan hazaküldeni a vendégeket, és véget vetni egy partinak.